A Telen Kft. Munkatársai rakják autóra a legutóbbi teszed akció eredményeit. Annak ellenére, hogy a közterületfelügyelők jelzéseire a cég folyamatosan próbálja a szétdobált szemetet elhordani, a város külső területeit rendszeresen hulladéklerakónak használják. A teszed akcióhoz kapcsolódva idén is civil szervezetek segítették a környezet rendbetételét. A Nagycsaládosok Tolnai Egyesülete most már mióta a TESZED program megvalósul itt Tolnán, mindig csatlakozunk az önkormányzathoz, és próbálunk ebben egy prevenciót elérni a gyermekeink számára, hogy megelőzzük azt, hogy amikor ők felnőnek, akkor mindenféleképpen ők sem dobálják el a szemetet, úgyhogy első körben a megelőzés és a minta az, hogy miért rossz ez, és próbáljuk óvni a környezetünket ezáltal. Legalább tudjuk, hogy a saját gyermekeink, ők már nem fognak szemetelni, talán tovább is adják, és elmesélik az iskolatársaiknak, vagy az óvodatársaiknak, hogy ne dobd el a szemetet, hanem vidd el a kukáig, mert itt szinte látják azt, hogy mi van itt, és mit szedünk össze. És én azt is vettem észre, hogy a gyermekek ezt így teljes egészében megvalósítják a későbbiekben. Nagyon szomorú, amikor eljövünk a gyermekekkel, így esetleg a város külterületére, és a gyermekek be akarnak szalani, tegyük föl egy tobozér, vagy bármi olyan virágér, amit találnak bent a fás területen, és látják ott a rengeteg szemedet, ez számunkra is eléggé veszélyes, és nem engedjük be őket, ezáltal nem is jövünk erre kirándulni, így azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy próbáljuk ezt megelőzni, és tisztán tartani a környezetünket. Pedig évek óta küzd a város ezeknek a részeknek a megtisztításával. Számos akció futott már az elmúlt években, a polgárőrség és a közterületfelügyelet figyeli a notórius szemetelőket, több helyen videókamerákat is felszereltetett a város, de sajnos sziszifuszinak tűnik a küzdelem. Visszatérő probléma sajnos, hogy a külterületi utakon, illetve ilyen elhagyatottabb területeken illegálisan helyezik el a hulladékot. A város közterületfelügyelő bejelentése alapján ezt folyamatosan gyűjtjük ezeket. Jó volna a lakosság használná az ökoudvarnak adta lehetőséget, lakcímkártyával ugyan szelektíven, de le tudja adni a mindenféle háztartási géptől kezdve a műanyag és építési törmelék hulladékait. Havi szinten egy-egy teherautónyit össze tudunk gyűjteni, mindig érkezik annyi bejelentés. Vagy az is előfordul, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyett nem beledobják a szelektív a szemetet, hanem mellé teszik, és akkor ezeket is be kell mindig rendszeresen gyűjteni, ami nem jól van elhelyezve gyakorlatilag a szigeteknél. A TESZED akció is segít ebben. Nyilván a nagyobb méretű hulladékokat nem tudják, csak amit zsákba tudnak gyűjteni, de például háztartási gépeket nem tudják begyűjteni ezek az akciók során. Ezeket mi szoktuk összeszedni és elvinni a ökoudvarba, gyakorlatilag mi is próbáljuk eladni, illetve a város van, hogy az Aliszkaterrával egy nagyobb fellelt szemétlerakás esetén, egy illegális hulladéklerakást akkor konténeresen gyűjtik, és az Aliszkaterra dolgozza fel, hogyha nem szelektív, van vegyes a hulladék, akkor nekik van erre gyakorlatilag engedélyük, illetve olyan kapacitásuk, hogy ezeket meg tudják oldani, ezeket a gyűjtéseket. Szemléletváltás nélkül nem lesz hatékony semmilyen kampány sem. Azok a gyerekek, akik szüleikkel közösen tisztogatják a ligetes részeket Tolnán, vagy a belvárosban eldobált hulladékokat szedik össze, talán megtanulják értékelni a tiszta környezetet. Az persze kérdés, mit lehet kezdeni azzal, aki hajlamos a használt hűtőt a fák közé dobni.